Az 1914-es bel- és árvízhelyzet után látták szükségesnek a nagyecsedi szivattyútelep megépítését. A létesítmény végül 1917-től működött a településen. Kezdetben még csak vízátemelésre volt alkalmas, az ecsedi láb belvizeinek levezetésére volt elég. 1927-ben már elektromos áram telmerésére is átalakították a szivattyútelepet, így nem csak vízátemelés, hanem energiatermelés is volt a funkciója, ami aztán dominált is, ugye a víztermelés, vagy a vízátemelés az rövid ideig szükséges egy évben, így inkább az energiatermelés az, ami folyt hosszabb ideig. Nagyobb felújítás a 40-es években volt, amikor kibővítették a szivattyútelepet. Az akkori belvízhelyzet miatt elektromos szivattyúkat is üzembe helyeztek. Egy ideig még a gőzüzemű és az elektromos egy időben is üzemelt. Ezek a mai napig üzemképesek, de ma már csak muzeális érték. A 100 éves évforduló alkalmából a szénadagoló vándorrostét el is indították a telepen. Az egész ecsedi láb belvízmentesítésére hatással van ez a szivattyútelep. Nagyon jelentős volt a korábbi időszakban a nagy belvizek idején, hiszen például 1999-ben is nagyon súlyos belvíz volt a térségben, akkor is helytállt a szivattyútelep, de hát a jövőben is szükség lesz arra, hogy árvizek idején, amikor az árvízi zsilipeket zárni kell, a szivattyútelep emelje át a káros vizeket a Krasznába. A szivattyútelep centenáriumi ünnepségén az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője kiemelte, a nemrégiben elfogadott 280 milliárd forintos nemzeti vízstratégia segítségével a vízgazdálkodás megváltozott kihívásaira készülnek majd fel. Ennek oka a klímaváltozás, például a 2013-as Dunai árvíz a korábban mért vízszinteket is megdöntötte. 2015 nyara pedig a 90-es évek eleje óta a legaszályosabb 12 hónap volt. A tervek szerint 2030-ig a települési csapadékvízgazdálkodást újra gondolják, de fel kell készíteni a vízpótló rendszereket is az aszályos időszakokra. A Felső-Tisza vidékre 60 milliárd forintot fordítanak majd, főleg az árvízi védelemre. Ez az ország leginkább árvizeknek kitett térsége, legalábbis annyiban, hogy a felkészülési idő, a védekezésre történő felkészülés itt a legrövidebb, hiszen külföldről érkeznek a vizek, és nagyon gyorsan, akár pár óra alatt is métereket tud emelkedni a Tisza vízszintje. Ezért az elsődleges célunk volt, amikor a rendszereket, a támogatást terveztük, hogy az árvízvédelmi rendszereket fejlesztjük. Azóta természetesen pont a vízhiányos időszaknak köszönhetően látszik, hogy a víz hiányával is itt a Felső-Tiszán meg kell küzdenünk. A vízpótlási terveken túl például a teljes gátrendszer kiépítése is a cél a Tivadari híd feletti szakaszon, illetve a Tisza túrtározó megépítése további egy méterrel tudná növelni a védelmet.